Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Pifika, azaz Ficsor Zoltán. És Pifó Krisztián, mert azt mondjuk. Na, hogy tetszett az előző eposz, sláger? Isteni volt. Isteni volt. Most keresem ez a... Minek hívják? Ez ilyen... Bollywood. Bollywood diszkó. Most keresem, a Heinekennek volt egy ilyen bollywoodos zenéje, és hát az zseniális. 30 vagy 40 év telt el az eredeti, meg a... Megvan. Úgyhogy ez megy a videóba, és akkor ez megy a videóba be. Egyszerűen szenzációs. Majd nézzétek meg. Pucolt ki onnan a videót. Meg ki még a hallgatóságot a Krampus zenekartól? A Krampus. Krampus. Bocsánat. Krampus. Sokat vaciláltunk, hogy melyik stílust válasszuk a kettő közül, de a Krampusnek úgy artikulál az énekes, hogy kétszer végighallgattuk az 1 perc 30 hogy bár az volt a címe a dalnak, hogy formaldehid, de nem igazán találtuk meg ezt a szót benne. Úgyhogy... Ez bennmaradt a gyomrába. Ez a bollywoodi sláger, ez kicsit könnyebben emészthető szerintem. De hogy miért raktuk ezt be, ezt a videót? Na, ez az érdekes. Mert hogy ma én kiraktam egy kérdést a Facebook oldalra, a Párásító csoportba, és 5 kérdésből 1, 2, 3, 4 foglalkozott ezzel. Az 5. pedig egy angol idős hölgyel, de ezt inkább nem akarjuk tudni. Úgyhogy szerintem szenteljük ennek az adásnak egy részét a formaldehidnek, mint anyagnak, és ennek a kutatásnak. Most már lassan megszokhatjuk, hogy havonta új mumus jelenik meg az e-cigarettázók. Egén, mint egy UFO így átszágult a közvéleményen, és ma robbant a magyar sajtóban a formaldehid bomba. Amit tudni kell a formaldehidről egyébként, hogy bármilyen szerves molekula magas hőmérsékleten képes, amikor így széttöredeznek a hosszú molekulaláncok, képes formaldehidet felszabadítani. Egyébként meg ugye az ipari gyártás során egy katalizátorra hozzák létre egy folyamat során magát a formaldehidet. Ez egy, hát sokaknak nem mond valószínűleg semmit, de ez egy trioxán gyűrűs szerkezetű trimer molekula. Wow. CH2O a formaldehid vegyele. Mínusz 117 fok az olvadáspontja, és 19,3 Celsius fok a forráspontja, a sűrűsége pedig 1 kg per köbméter. Levegőben moláris víz... tömege? Hát ha tudod, akkor mondjad. Nem, gondoltam olyan... Egészségügyi határértéke, ami minket jobban izgat szerintem, az 12, 24 órás átlagban az 12 mikrogram per köbméter. Azt tudni kell róla egyébként, hogy 2004-ig nagyon sok élelmiszerben is megtalálható volt, de miután besorolták, ugye minden anyagnak van egy kasszáma, egy kémiai jellege, amiből előállítják és osztályozzák az anyagokat, és a formaldehid ugye ezeket a mondatokat kapta meg, és ezeket számokkal szokták jelölni. Tehát
tudom, R23, R34, R40, R43, ezek az úgynevezett R mondatok, tehát belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve, mérgező, égési sérülést okoz, rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított, bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. És az S mondatok, ugye ez a másik osztály, itt elzárva gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó, ha szembe jut bővízzel, azonnal ki kell mosni, megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt, személyes arcvédőt kell viselni, baleset vagy rosszulét esetén azonnal orvoshoz, és csak jó szellőztetett helyen használható. Tehát én egyébként önmagában a formaldehid körül keltett hisztit, már ha csak az anyagot nézzük, önmagában is túlzónak tartom. De aztán átadnám a szót az utánam következőknek, mert ezt aztán tényleg meg lehet köpködni, ezt a történetet úgy, ahogy van. Egyébként szerintem már megint ott vagyunk, hogy nagyon sok féle formában létezik, illetve több alakban, és hajlamosak vagyunk nagyon leegyszerűsíteni mindent, és azt mondani, hogy formaldehid. De hát ahogy mondtad, ott van a trioxán, ott van a paraformaldehid, vízben ugye hidrátot alkot. Tehát például akár, hogyha visszaemlékszünk, hogy mit használtak mindenféle tartósítószernek, mondjuk kémiai laborokban vagy horrorfilmekben, az például 40%-os vizes oldata volt a formaldehidnek, és az volt a formalin. Így bizony. De egyébként, igen, az sem ivásra tervezték, mondjuk, de, tehát mondom, és ez csak három különböző alakja volt neki. Az mindegyikben közös, hogy a metánnak és egyéb szerves vegyületeknek tehát az oxidációjának a közös vegyülete ez. És nem csak mondjuk, amit most pellengérre állítottak, hogy elektromos cigarettában is, hiszen erdőtűz, cigarettafüst, kipufogógázban már meg sem említem, hát az természetes, de egyébként a föld légkörében is jelenlevő anyag a formaldehid, metánból és egyéb szénhidrogénekből napfény és az oxigén hatására keletkezik. Illetve hát azt még tegyük hozzá, szép a neve, de például, hogyha láttuk a, nem tudom, mikor volt legutoljára a nyári olimpia, valahol a kínai térségben, Pekingben volt talán? Pekingben az a rohadt nagy smog felhő. Molekulánként megtisztították a levegőt az olimpiára. Amit ugye emlékszünk, hogy ott meg is tiltották az autóknak adott időszakban a közlekedést. Na például a smognak is az egyik összetevője a formaldehid. Úgyhogy azt se felejtsük el, hogy normál körülmények között a legmagasabb formaldehid koncentráció egy lakás belső terében van, és az elsődleges kibocsátók például a fából készült bútorok, padlók, ajtók, ablakkeretek, farost és rétegelt lemezek, formaldehid alapú műgyanta ragasztóanyagai, továbbá a padló, a mennyezet és a falak szigetelőanyagai, hang- és hőszigetelőhabok, ez mind formaldehid forrás lehet egy lakásban. Főleg, hogyha ezek újak, tehát még kvázi nem szellőztek ki a gyártás folyamán használt anyagok. Tehát, na, jó reggelt kívánok! Egyébként most egy jó kis új lakáctag az... Igen, az a jó kis... De ez tipikusan egyébként olyan, mint amit mondtak, nemrég volt ebből is cikk, hogy amit az ember szeret, az új autószaga. Hát azok is bizony a mindenféle kioldódó aromás vegyületek. De hogy ne menjünk messze, azt lehet, hogy már meséltem, vagy ha nem, akkor most mesélem. Mi szoktunk sokat-sokat járni autósportversenyekre. Gyorsasági szakákban vagyunk érintettek többet magammal.
illetve bocsánat, gyorsulási szakák, mert az sem mindegy, tehát ahol ezeket a top dragstereket látja az ember, amik például metanollal mennek. Na most, a formaldehidet a metanol, mint katalizátor jelenlétében oxidációval állítják elő, és ez az egyik oka annak például, ha csak belegondolunk, hogy mi történik egy belső égésű motornál, ezért van az például, hogy a top fuel dragsterek, amik tiszta metanollal mennek, ott például a szerelők, akik az autó környékén dolgoznak, nem viccből hord mindegyik gázmaszkot, és nem túlozzák el a dolgot, senki nem szeretne bármilyen rákos megbetegedésben mondom, meghalni közülük munkavédelmi előírás, így van. Úgyhogy én még emlékszem, mikor ugye én Peslőrincen nőttem fel, és tőlünk nem messze volt az Égisz is, az egyik, a másik pedig, azt már meg nem mondom, a Kőbányai úton mi volt, csak arra emlékszem, hogy ezekben a hatalmas vagon tartályokban, és rajta volt mindegyiken a formaldehid felirat, és akkor a fejemben, amit az előbb mondtam, mindig ezekkel a hullákkal kötöttem össze, hogy hú, itt mennyi hullát tartósíthatnak, de hát az nekik nem azért kellett. Egyébként, bocsánat, mondjad. Még előtte csak annyit, hogy ugye itt arról volt szó, hogy mert hogyha várjál, hova kattintok, ez nem az, túl forrón az e-cigi is rákkeltő, így jött a cikk. Ami nekem egyből kétértelmű volt, az ugye úgy működött nekik ez a nagyon tudományos kísérlet, hogy volt egy gép, ami 10-szer szívott bele a gőzbe 5 perc alatt idézőjelesen, ugye itt a szívást, és mindegyik slukkot 3-4 másodperces gépi szívással szimulálták, és megállapították, hogy 3,3 voltos feszültségen nem találtak formaldehidet a gőzben, amikor azonban felemelték a feszültség határt 5 voltra, akkor több formaldehidet találtak ugye a kutatók, mint amennyit a hagyományos cigarettákban. Na de itt jött nekem a kérdés, hogy 3,3 volt, meg 5 volttal fűtötték a fűtőszálat, de milyen fűtőszálat? Milyen közegben? Milyen vívőanyaggal? Kapott-e elég levest? Kapott-e levest? Kapott-e levegőt? Mert hát, hogyha én is így izzítgatom a vattát szívás nélkül, mint ahogy ma is tettem a zsebemben, for example, teljesen véletlenül, akkor bizony utána szar az íze. Tehát nem, és akkor ugye jön szabómmal, vagy egy ómmal, vagy 1,5 óm volt a terhelés rajta, vagy mi volt az? Tehát hát azért egész más 3,3 volt, mondjuk 1,8 ómmal, mint 0,7 ómmal. Tehát ez tök jó lenne, hogyha ez is kiderülne valahonnan ebből a... Szóval én nem is kutatásnak mondanám, ez csak egy teszt. Egy teszt, amit egy kurva drága géppel meg tudtak csinálni. A készülékből az 5 volton a cuccost, mert akkor rájöttek volna, hogy ez a szívhatatlan történet, tehát nem is értem. Egyébként komolyan. Akkor itt nekünk már nagyon sokunknak rossz lehet, mert azt is írta a cikk, hogy aki napi 3 milliliter e-cigaretta folyadékot szívvel magas feszültségen, 14 mg formaldehidet lélegez be formaldehid felszabadító anyagok formájában. Hát amennyiben a 3 millit mindet ráégeti a kantára, akkor ezt így el tudom képzelni. Hát ezt így nem mondták, azt mondták, hogy ha ennyit szívsz el, tehát hogyha 3 millit elszívsz, akkor ezt ők exaktul kijelentették, hogy 14 mg formaldehid kerül belélegzésre. Akkor én egyszerűsítek, nálam napi 30 milli elfogy, akkor az 140 mg formaldehid? Hát szerintem inkább keressél egy stukkert, azt lőd fejbe magad. Hát vagy torkon, hogy stílszerű legyen. Sokkal egyszerűbb. Egyébként az egész sztori engem tudod, mire emlékeztet?
Annak idején Thomas Alva Edison kitalálta, mert ugye ő az egyenáramú hálózatokat preferálta, hogy azzal fogja bemutatni a váltóáram halálos mi volt, tehát hogy megtervezi a villamos széket. Tehát ezt komolyan mondom, tehát ez egy ilyen sztori. Helye És szar, ez a mit szar. Használunk ma vált, azt a iszonyú halálos váltóáramot. Fúj! Most megint fölidegeltem magam, mert a cikknek a következő bekezdésében már megint a cigarettával hasonlítják, és azt mondja, hogy ha naponta egy doboz hagyományos cigarettát szív el, a bevitt formaldehid mennyisége 3 mg, és akkor jönnek itt nekem azzal, hogy 3 milliliterben van nekem 14 mg, és megint azt hozzák ki, hogy basz meg, még le is írják. Különféle ötször. Becslések szerint akár szerint. 5-15-ször is magasabb lehet, mintha én sokáig dohányzok. Bazd az a baj meg! Ezzel, az a baj ezzel, hogy megint egy tanulmánynak nevezett férc munkáról van szó, ami okokozati konklúziót van olyan dolgok. De figyelj, Mújó, itt volt a varázsszó. Itt volt a varázsszó. Különféle becslések szerint. Ez az egészre ráhúzható. Szerintem. Ugyanez a két figura, ők novemberben, tavaly novemberben is foglalkoztak már a formaldehiddel, és ott arra lukadtak ki, hogyha 600 fok fölött hevítik a fűtőszálat, akkor olyan molekulák képződnek, amiket korábban még nem is láttak. Hát azt tegyük hozzá, hogy ha 650 fok felett történik a hevítés, történne ne a hevítés, az már nem is krakkolás lenne, ugye? Tehát nem is bontanánk. Illetve igen, bontanánk, ez csak azért nem krakkolás lenneként. Ez fontos hozzávenni azt azért, hogy normális üzemi körülmények között a lecigi fűtőszál az 200-260 fok között melegíti a folyadékot. És már 280 foknál elkezdi jobban melegíteni, mint a folyadékszállítás biztosított maradna. Tehát már 280 fokon az az égető száraz íz jön ki az lecigiből, amit épeszű ember nem fogja ezt hívni. Úgyhogy ez, hogy így sok száz fokkal melegebben formaldehidet csinál, egész egyszerűen nem életszerű. Tehát csináltuk egy hasraütésszerű ilyen slúkolási rendszer, amiben, mondom inkább másképp, mert itt Clive Bates írt róla, írta a idézőjelben, nagyon idézőjelben tanulmány szerzőjének egy nyílt levelet, amiben érdekes kérdéseket feszeget, viszont az elcigis közösség, tudományos közösség, az teljesen fölörült ezen, és dr. Michael Ziegel mondta azt például, hogy alapvetően ez a tanulmány egyetlen egy dolgot bizonyít, mégpedig azt, hogyha túlfűtesz egy elektromos cigarettát, akkor nagy mennyiségben formaldehidot fog képezni. Mivel ezek a használati körülmények nem realisztikusak, és ember így nem használna a készüléket, ezért ebből következtetés levonni egy egész életen át tartó elcigizés kockázataira teljesen értelmetlen. Hát, de ez körülbelül olyan nem, mint hogyha azt mondanád, hogy a szakadék az halálos, mert ha beleesel, akkor meghalsz. Egyrészt, másrészt Peter Hayek mondott még egy jó hasonlatot, amit őt idézték egyébként ennek a cikknek a végén is, tehát szerintem annak a cikknek az utolsó bekezdése az egyetlen értelmes dolog. De kifelejtették az ő mondani valójából azt, hogy ha egy csirkét leéget, akkor a ekkor keletkező fekete, hogy hívják, cox, az karcinogéneket fog tartalmazni. De ettől még nem mondjuk azt, hogy a csirke az rákkeltő. Hát nekem mindig annyit te mondott édesanyám, meg a feleségem, hogy odaégett egy kicsit mondjuk a pirítós, hogy azt ne edd meg, mert rákos lesz. Egyébként meg marha egyszerű, mert meg kell csinálni ennek a kísérletnek a cigarettás ellenpárját, és ezzel a két hülyével elszívatni csak a fűszűrőt. És megnézni, hogy mennyi formaldehidet vittek be a szervezetünkbe. Elmebetegek. Hihetetlen. Komolyan mondom, kezd az ECG már hasonlítani a Bibliára.
Hát ezt így most démonizáljuk, mert nem mi azok, akik ezt mondják, mert ez olyan... Nem tudom. Én amikor először találkoztam ma a Facebookon ezzel a cikk körüli hisztériával, és ott nagyon sok csoportban emberkék izgultak, hogy akkor most mi van, meg most tényleg meg ilyenek. De első, ami eszembe jutott, hogy nagyon rövid az embereknek a memóriája. Tehát most volt karácsony előtt, szintén Japánból az a forma, hogy elidézték. És ezek a cikkek, ezek olyanok, hogy már meglátom, és na jó, és ebből a végén mi fog kisülni, mert hogy ennek se füle, se farka nem lesz, azt tudjuk. És rendre ez jön ki belőle, hogy erős csúsztatások, hatalmas logikai bakugrások, okokozati láncolatból elegánsan elhagyott láncszemek, ilyenek, és aztán... Igen, aztán ez a... Jó, de várjál, tehát alapvetően annyi igazságot látok a dologban, és ezt már többször mondta Blacky is, meg én is, hogy... Nem tetszetős, hogyha az ember ezeken a tipikus alacsony ellenállással és nagy feszültséggel jár. Nagy feszültség az alacsony ellenálláshoz képest. Igen, akkor ilyenek oldódnak ki belőle. De hát az már élvezhetetlen. Igen, tehát ezt mondom, hogy az nem az a kategória, amit az ember azért szív, mert finom ízeket kap a készülékéből. Tehát életszerűtlen. Hát az annyira kellemes, mint hogyha meggyújtanál egy műanyagot, és azt azért szívnál. Hát tudod, mit szoktak erre mondani? Sajtreszelővel rejszolni. Igen, Zuzu Petasszal beszélgetni. Igen. Kemény, nagyon-nagyon kemény. Ja, mint a sós kifli a vakgyereknek, tudom. Minden napra igen, más mese. Ezzel az a baj, tudjátok, hogy mindig, hogy aztán a sajtó fölkapja, és a sajtó szűrőjén átmegy, már még kevésbé van értelme az egész történetnek, és leközlik tényként ezeket a logikai agymenéseket, és aztán az emberek meg elolvassák, és szerencsétlen dohányos, meg úgy dönt, hogy aha, jó, hát akkor fenn fogja kipróbálni az e-cigarettát, hogyha ez ilyen. Holott szerencsétlen e-cigaretta egyáltalán nem olyan, de... De hát ezek már nagyon élvezik valamiért, ezek a kretének. Figyeld meg, hogy bocsánat az örgésért, csak közben én meg itt a 2015-ös év medvehagymájától próbálok megszabadulni, mert borzasztó szaríze volt ennek a Fiber Freaks-nek. Úgyhogy figyeld meg, hogy ez még nagyon friss. Tehát ez ma kezdett el pörögni itt nálunk. Lesz ennek még szerintem további utózöngéje, vagy nem is tudom, hogy lecsengése ennek a hírnek. Ugye ez szerintem nem ennyi, mint amit most itt hallottunk. Szerintem az a baj ezekkel, hogy... Na mi a baj ezekkel? Mert nem halljuk. Vagy én szakadtam meg? Nem, te vagy. Jó, akkor fifika. Fifika. Szokott meg. Mi a baj ezekkel? Mert lemaradtunk mindig a lényeg. Tehát mikor mindig az a lényeg, akkor meghalsz. Hogy a tömeg fölszívja magába, és amikor majd találkozol emberekkel az utcán, akkor jön ez a dumod. A formaldehid is van benne. Miért szívod azt a szart? Közben találtam még egy kommentet Dr. Farsalinosztól. Sommásan összefoglalja, hogy igazándiból ez a tanulmány, ez egyetlen egy dolgot mutat meg, hogy a tanulmány két készítőjének halmánira gőze nincsen róla, hogy milyen körülmények között működnek, és hogyan az e-cigaretták. Még csak formaldehides gőze sincs. Nem. Úgyhogy igen, teljesen jó. Ez olyan ez a tanulmány, mint hogyha azt mondanák, hogy fogtam egy könyvet, fölgyújtottam, és aztán hiába próbáltam elolvasni, egyáltalán nem értettem a történetet. Mi van? Te hülye vagy. Tehát bazd meg. Már elnézést. Volt erre egy adalék, ott a harmadik pont. Az már meg volt. Nem, azt még nem veséztük ki a kis szerves kémiai kis okost. Go. Nem tudok oda nézni, mert most csipesszel szórakozok. Tehát? Igen. Mondja valaki, mert mondom, hogy én most tekerek. De mit mondjunk?
Hogy mit mondanak? Valaki is, aha. Fifika ezt nagyjából az elején elmondta. Hát ez egy, igen, tehát hogy hogyan kell, ezt marhára nem értettem, hogy ez... Azért kérdeztem, hogy volt már? Igen, hát közvetlenül igen. Ez nem, de a téma, témájában... Ez jó, jó közvetlenül kérdés. Ez nem, igen. Nevetes. Mert mi fáj? Mesélj! Betehetjük, mert ugye maga a cikk leírja azt, hogy hogyan keletkezhet a szerves glicerinből formaldehid hő hatására. Gyakorlatilag molekulánként ki van elemezve maga a folyamat, de hát erről beszéltünk idáig. Beszélünk. Jó, akkor mi jön? A Cliff Bates is volt, igaz? Igen, igen. Akkor tüdőszakik? Tüdőszakik, az egy nagyon-nagyon aranyos videó egy kanadai tüdőszakorvosról, aki egy ilyen beszélgető műsorban meghívták, és az elektromos cigarettáról volt szó, és ugye éles kontrasztot mutat az itthon tévében szereplő orvosokkal, akik hordják össze a sületlenséget, teljesen karakánul és frankon elmondja a kanadai tüdőszakorvos, aki egyébként leszoktatás specialista is, hogy az elektromos cigaretta teljesen jó, és teljesen bátran ajánlja bárkinek, már aki dohányos természetesen. Mert hogy a közhiedelemmel ellentétben elcigarettázni az fog, aki dohányzik is, tehát ugye mindig vissza kell térnünk a majd egyszer csak publikálva lesz az anyag, amit kitöltöttetek. És gyakorlatilag akárhányszor kérdeztünk erre rá, hogy előtte használt egy cigarettát és mennyi ideig, olyan válasz, hogy soha, és az e-cigaretta volt az első, ez mindig a hiba határon belül mozgott, tehát gyakorlatilag nem, tehát olyan nincs, aki csak úgy játékból szokott volna át az elektromos cigarettára. Ez egy marhaság. Na de. Jaj. Mi de? Azért vannak itt érdekes dolgok. Ezt te tetted be az izraeli legfelsőbb bíróság? Igen, igen, Ziegler felügyítése. Ezután is. Ha elfelejtenénk valamelyik adásban megköszönni, akkor is megköszönjük mindig. Igen. Ziegler Ferinek a szorgos munkáját. Na, akkor ismerteted, Krisztián? Ismertetem, ez egy jó hír Izraelből egyébként, megint egy remek példa arra, hogy amikor a kormányzati hülyeséget bírósági útra terelik egy fronton, akkor a bíróság az rendre a józanésznek enged teret. Izraelben egy cég elektromos cigarettát szeretett volna importálni, és az ottani egészségügyi minisztérium közölte vele, mint amely nálunk is próbálkoztak vele, hogy gyógyszerészeti termékként kell kategorizálni, és nem árusíthatja, nem importálhatja, és nem árusíthatja fogyasztói cikként. És bíróságra vitte az ügyet ez a cég, és a legfelsőbb bíróság már pedig kimondta, hogy az egészségügyi minisztériumnak a döntése, mi szerint ezt tiltotta volna, abszolút alaptalan, és semmiféle jogköre nincsen rá, hogy ilyeneket kitaláljon. Úgyhogy Izraelben a legfelsőbb bíróság kimondta, hogy az elektromos cigaretta már pedig nem gyógyszertermék, hanem fogyasztói cikk, és lehet az egészségügyi minisztériumba szépen csöndben maradni. Hogy ilyen dolgok is vannak.
De ez mindig így van igazándiból, tényleg, ha megfigyeljük, ahol bírósági ügyre terelték az ilyen hatalom oldaláról érkező kis túlkapásokat, ott mindig szépen helyre tette a bírósága tisztelt nagyfejűeket. Hát az a baj egyébként, hogy ezek meg nem kapják meg azt a sajtó visszhangot, amit megérdemelnének. Igen. Bezzeg egy ilyen túlhevítős körség, az meg igen. Próbáljuk már egy picit összeszedni. Mi volt eddig? Volt a robbanó akkumulátorok, ugye azzal nyitottak. Aztán a formaldehid minden mennyiségben. Formaldehid az viszonylag új, hanem tudod, előtte volt a popcorn tüdős igen. Őrület, ami azt is jól kibeszéltük, ami szintén azért őrült dózisba kell, hogy tartalmazzon. A leges legelején még volt a pagyálló van az elektromos cigarettában. Mm-hmm. Ilyen sláger időszak is volt. Nekem egyébként az volt a kedvenc sláger időszakomtól, amikor lerajzolták az atomizátort. Tehát én attól borultam. Tehát, és az volt a gáz, hogy nem tudom, 5 évvel ezelőtt ilyen abszolút rácsodálkozó érdeklődőként még el is hittem. Érted, hogy ez milyen kibaszott, bonyolult cucc lehet abban a dologban, és fú, és szívásra indul el, és ott tényleg ilyen, nem is tudom, ultrahangos mikroporlasztó van, meg nem tudom én, miket írtak oda be. Tehát egy, jól túl volt misztifikálva. Egy komplett izé volt benne ilyen fúziós erőmű, ugye a maga 120 milliamperével, vagy 80-nal, már nem is tudom, hogy melyik volt akkor az igaz. De hogy szóval milyen baromság áradaton küzdi át magát ez az egész e-cigaretta történet. Miközben Charlie meg hallgat és teker, érted? Nem a szobabiciklit... és mikor valami voltak? Dinamóval, hogy legalább annyi haszna legyen, hogy áramot fejleszt. Nem, öcsém, ez a kilovattokat nyomja orba szájba, és csodálkozik, hogy formaldehidet szív. Formaldehides a nyelőcsövem, érzem. Nem, majd mindjárt kibeszéljük a fasztekes linket, de egyébként már elfelejtettem a tekerés, csak iszom, meg a szavaitokat, meg a ásványvizet. Még a nagy sláger, Fifika, hogy hívják, a kapu a dohányzáshoz. Ja, kapu a dohányzáshoz. Igen, volt egy ilyen időszak. Ezt komolyan mondom, így egyszer össze kéne már írnunk. Ezzel nem lehet leszokni. Igen. Ezt a írdatlan baromságdömpinget, amit így a nyakunkban kapunk. De ha jól végig gondoljátok, akkor szisztematikusak, mert mi van még egy készülékben? Kazán, folyadék. Kazán, likvid, akkumulátor. Akkumulátor. Még majd fú, most, tényleg, jön, várjál, az, most az... jönnek majd a kínai elektronikák, hogy az alapvetően veszélyes, és habár, ha belegondolunk, igen, volt már ilyesmi is, az Ego Aksi, ami robban, meg attól nem tudja. Az úgy, megvan, hogy népszabadságban hirdetés, hogy Origen kazánomhoz keresek fűtőt. Kínai elektronikával egyébként tényleg vigyázni kell, úgyhogy te is tegyél egy ilyen, hogy hívják, hogy ólomköpeny Charlie az iPhone-udra. Ja, és hogy a kínai hát töltőbe kémprogramban, azt tudjátok? Nem akarom kommentálni, Mujó. Tehát designed in California. De az elektronika az kínai. De designed, az a lényeg. De nem érted. Hát a design... Kalifornia. De amúgy belül ugyanaz a fos kínai retek, érted? Csak picit jobban odafigyelnek a minőségre. Ennyi. Ennyi, kis pofáim, ennyi. Na szóval nincs már más nagyon, amit górcső alá lehetne venni és megköpködni, hogy az miért rosszabb, mint a cigi. Kitalálják ezek nyugi, írdatlan agytöröztök
törik a fejüket ezen, hogy milyen hülyeséget találhatnának még ki, Mondjuk amit azt aztán persze kitalálják, hogy szárnyakra a vesz a vicces sajtó. cigi az ergo akkor így egészségesebb, akkor ebben még látok perspektívát. Én még várok olyanokat. Ziegler Feri küldött át egy ilyen posztot. Ne mondd már ki többet a nevét, éhes leszek tőle. A Ziegler Feri? Igen, mindig eszembe jut a Ziegler ostya. És az Istenem. Meg olyan finom, és jaj. A Feri nevében nincs kétszer, tehát egyel van. Én ezt így a kettőt soha nem kapcsoltam össze magamba, a Ziegler Ferit meg az ostját. Na, szóval Feri betett egy posztot, hogy és valamiféle, ugye az a baj, hogy egy platformra tesznek minket sokszor a dohányosokkal, és hát azért a szerencsétlen dohányzók is egyébként őrült módon kapnak a pofájukra minden oldalról. Valamelyik nap beszélgettem egy ilyen dohánygyárnak a képviselőjével. Milyen? Milyen emberekkel beszélgettem? Milyen? Mert mindig ezt mondta nekem a nyelvtantanár, mikor azt na, mondja, milyen? Egy ilyen. Igen, na, egy milyen? Ilyen. Tehát, na mindegy, valamelyik nap beszélgettem egy dohánygyár képviselőjével. Nem mondhatom el, mert le kell, hogy lőjek mindenkit, aki hallgatja a podcastet. Na most nyugtass meg, hogy ez nem valami izé volt áruterítő teherautósofőr. Nem. Azt sem mondhatom el, hogy azt sem mondhatom el. Csak a munka körét sem mondhatod el. Semmit, de benfentesként beszéltem vele, és... Ez a magyar Erin Brockovich leszel. Rákért, nem, tényleg, tehát engem érdekelt mindig is, hogy tehát a gyártók mit gondolnak a saját termékükről, és hogy egyáltalán ezt ők hogy látják, vagy hogy élik meg, mert ha belegondolsz, gyakorlatilag szinte majdnem, hogy ugyanazokat a vádakat kapjuk meg mi, sőt, már most ugye többet is, 5-ször, 15-ször, mint a dohányosok. És ő mondta ilyen nagyon körmönfontan, hogy hát azt azért a dohánygyártók nem fogják sohasem fölvállalni, hogy és sohasem látják teljesen bizonyítottnak, hogy aki dohányzik, az biztos, hogy rákban hal meg. És ugye azért elgondolkoztam rajta, hogy tényleg hány olyan öreg pipást, meg dohányost, meg szivarozós, meg nem tudom én, volt nejemnek a nagyanyja, nyanyuk az valami 87 évesen halt meg, és a napi két doboz kosúttal tolta az ipart. Mondjuk lehet, de hogy azért. Hát azt tudjuk, hogy nem törvényszerű, hogy valami bajod lesz, csak nagyon durván emeli a rizikófaktort. Ettől még lehet valaki valami szerencsés. Hát persze, csak hogy... Egyébként hogy lehet, hogy anyuka is mondjuk elélt volna 180 évig, ha nem szív napi két doboz Kossuthot. Jó, de hát itt segített magám, mert szerintem az utolsó 10 évben rohadt unta magát, és akkor nem ért még 90 évet ilyen reménytelen körülmények között, vagy én nem tudom. De hogy végigolvastam ezt a posztot, amit a Feri ide berakott, és passzus, tehát így olvasod, és helyettesíts be az e-cigarettával, és ugyanaz jön orba szájba, amit egyébként megkapunk, csak ez még gusztustalan módon mindenkit, aki rákban hal meg, ilyen szinte tudod, húznak egy pipát, és dohányzott, akkor ismét a dohányzás áldozata lett, érted? Tehát nem tudom, nekem annyira visszás ez az egész viszonyulása a dologhoz, miközben mondjuk meg egy halom helyen Amerikában engedélyezik a kábítószerek enyhébb formáit. Ha.
Szóval, és azon vitatkoznak, hogy mondjuk a dzsangába kevesebb a káros anyag, mint a cigaretta. Ennyi. Bocsánat, de közben egy teljesen off-topic beírást olvasok. Egy híres embertől származik. Boris went to vape 666. Nice German GTDVA clone. SS Wehrmacht Nazi wire. White drip tip made from solid cocaine. Kamikaze cotton organic. Thanks Peter Sarkozy comrades. Happy weekend. Drink lot of vodka. Elégedettnek tűnik Boris. Jó Istenem. Elmebeteg ez az orosz. Vele is fogtok találkozni. Ő az, mielőtt elfelejtem, hogy mik várhatóak még ercegi támadás fronton, én már nagyon várom. Nagyon várom azokat a cikkeket, amik azon fognak lamentálni, hogy a harmadik generációs készülékek a súlyuknál fogva a gerincferdülést okozhatnak, és hasonló dolgokat. Hát, vagy mind a két kezedben ugyanolyan méretű és súlyú modot használj, különben aztán. Mert aszimmetrikusra fejlődik a tested előtt. Igen. Kajakos betegséget kapsz. Vagy nem kenős, melyik? Mindig kellene a kettő. Tök mindegy. Figyelj, gondolom, jönnek majd a fogorvosok. Az egyiknek az lesz a baja, hogy fém a drip tipped, a másiknak az lesz a baja, hogy műanyag a drip tipped, a harmadiknak az lesz a baja, hogy nem tudom én, mi van még ilyen alumínium a drip tipped. Tehát ez valami elmebetegség, baszkény, mindenbe bele lehet kötni, akkor jönni fog egy patológus, és meg fogja állapítani, hogy ez az ember azért halt meg nehéz fém mérgezésben, mert a nem tudom én, a teleszkópos mechanikus módjának a kapcsoló gombját nyomogatta a nagyujjával, és ez bőven keresztül olyan túltelítődést okozott az egész szervezetében, érted, hogy már a CT-vel se tudták megvizsgálni, mert oda rántotta a mágnes, tehát nem tudom, az meg komolyan mondom, fogalmam. Kérhetek tőletek valamit megint off-ként? Igen. Persze. A pénzt ne kérj, Charlie. Nem, pénzt nem. Várjál. Túr. Igen, alapvetően, ha nem emberéletekről lenne szó, akkor ez még szórakoztató is lenne. A sok hülyét nézni és nevetni rajtuk, de hát sajnos, ja. Egyébként az a szomorú igazság, vagy valóság, hogyha belegondoltok, hogy önmagában az e-cigis piac és az e-cigi felhasználók tábora pont azon a határon van, amikor már vannak, de még nem elegen. Hát úgy érezzük mi, hogy nálunk nem elegen, de szerintem azért nem kevesen vagyunk, mondjuk. Hát az a 10 millió EU-ba per, igen. Igen. Hát így az EU-ban, igen. És mennyi a dohányos az EU-ban? Igen, sok. Hát többszöröse. Nem tudok most pontos számot mondani, de igen, rengeteg. Szerintem 10-20-szal nyugodtan beszorozhatjuk, de akár lehet, hogy 30-al is ezt a számot. Aztán a másik dolog az, hogy ennek a piacnak az igazán nagy léptékű bővülése akkor várható, hogyha egy igazán nagy tőkeerős cég azt fogja mondani, hogy oké, akkor én holnaptól baszki minden újságárusnál, vagy minden élelmiszerbódba letakarítatok egy polcot, csinálok egy brandet, kirakom, egyszerűen használható e-cigaretta eszközöket bárki, bármikor hozzá tud férni, azt jó napot. És akkor lesz egy olyan piaci bővülés, ami, mit tudom én, most a 20 ezer wattert megbővíti fél millióra, vagy legalábbis félmillió olyan ember lesz az országban, aki tudja, hogy mi az, hogy e-cigaretta, és nem a hülyeség című fejezetről, meg nem az ujjamutogatós, hogy nem az, meg mi a szar csinál. Tehát, hogy így a köztudatban jobban benne lenne az e-cigaretta, mert most ilyen kvázi majdnem úgy érezzük magunkat, mint ketrec mögött a majmok, érted, hogy na, nézd már ott egy e-cigarettás. Na, tudod, mikor Piroska néni könyököl az ablakban. Na, nézd már! Ott megy a villanycigivel a szájába.
az füstöl! Érted? Tehát Tudod mi? itt ez a piac könyörög egy ilyen fajta bővülésért, és én azt gondolom egyébként, hogy előbb-utóbb ez be fog következni. És ez bekövetkezik, akkor mélyen csókoltatjuk majd azt a, nem tudom én, gyártót, vagy céget, amelyik ezt meg fogja lépni. Nézd meg, légy szíves, vagy nézzétek meg, ha tudjátok, a párásítónak a Facebook csoportját, a legfelső képet. Nem vagyok ott. Megkaptam ugyanis a megerősítést, visszajelzést. Párásító zárt csoport. Közönség elmondom, hogy... Jó? Nem mondom. Azt a képet, ami a legfrissebb. Várjál, már csatlakozom, jó? Ne idegesíts. Nem a közönség talán... Ja, ez is jó, igen, hogy ha te már egyszer ott leszel, akkor legyél ott is, de magát a feedet nézzed, tehát ne az eseményt. Tehát a párásító csoportot. Mit kell látnunk a Charlie mellett? Egyet görges le, mert az kiemelt, amit néztél. Alatta van. A Russian Tour 2015. Boris. 0207 Boris. 0217 Putin. Putin. Az a kép. 1000 szó. Zseniális. Úgyhogy igen, ő is ott lesz. Tudjátok, én mit hiányolok egyébként? Mit? A celebek kiállását az e-cigi mellett. Mert hogy hát kiváltképp külföldről azért jönnek a fotók, folyton keringenek a Facebookon, hogy ez is használja, az is használja, az is használja, és hát ezek a celebek egy csomó alkalmat megragadnak, hogy a Leonardo DiCaprio for president. Megvédjék a féllábú koaláktól kezdve az esőerdőkön át a minden szart, tehát ilyen jó ügyek mellé kiállnak, és aladják. Most azon gondolkozom, valamiért nem e-cigin éreznek. Figyelj csak, tudod, ki volt? Kern András. Tudod, hogy ki volt, és még az Egyesület kereste is vele a kapcsolatot legelsőként. Melyik az a sorozat, amit te szoktál nézni, magyar sorozatcsáron? Barátok közt. A barátok közben. Ki volt, aki lezuhant a lépcsőn? Azt kiírták a sorozatot. A Magdi Anyus. Magdi Anyus használt. Mi? Komolyan? Halál komolyan. Na hát ezt majd megköpködjük Gergővel, mert ő a másik nagy barátok közt fan. Én nem tudtam. Én azt se tudtam, hogy ő dohányzik, vagy dohányzott. Egy ilyen kis galamblelkű mamókából nem néztem ki. Nem nézted ki. Tehát Magdi Anyus, ő elcigarettázott. Nem tudom most, hogy áll ezzel, de ő róla... Minket jelentkezzen. Ő róla tudtuk, így van, és hogyha ha hallgat minket, akkor mindenféleképpen jelentkezzen. Hogy visszacsapjak az ecigis témához. Visszacsapó szelep legyél. Leszek én a te visszacsapó szelepet, a váltó irányú gőz visszafejtő készülékedben. A Fast Tech. Pipa vagyok, mert mostanában nagyon kell keresni, mert nem tudja az ember, hogy éppen hogy hívják a klónját a készüléknek, most a Scarabeust Typhoon-nak hívják, és kint van 33 dodóért a játékos. Azt néztem a képeken, hogy majd, nem azt mondom, hogy majdnem ugyanaz, mert ugyanaz basszus, de arra figyeltek, hogy hátulról ne fényképezzék le, hogy ne lehessen látni, hogy van-e ott felirat, vagy nincs. Elől pedig hiányzik a ganajtúrónak az aljáról a Typhoon felirat. Így van. Meg a, most nézem, csak hogy... Csak a szart fogja a két lába között. Nem írja ott a Made in Germany-t az alsó záró elemen, de gyakorlatilag feliratokat leszámítva kopra ugyanaz kívülről. A kommentek érdekesek, mert itt van több szál.
Mintha Gavron írta volna egyébként, mert van egy ilyen is, hogy ez nem mechanikus mód! Ez nem! Viszont vannak itt ilyen agyamentek, hogy megrendelem, mert jól néz ki, de nincs rajta locking ring. Komoly! Tehát, és akkor valaki elmagyarázza, hogy igen, egyébként ez a Scarabeusnak a klónja, és nézd meg, hogy az hogy működik, mert van rajta zsebzár funkció is. Mert valaki egyébként itt már kérdezgette, hogy és hogy mutat a Typhoon 4-jel, és felvilágosították, hogy hát Typhoon nézzél rá, mert az az ő mérete, meg az az ő testvére. Itt még de az elektronika a leírásból nem derül ki, hogy van-e benne elektronika. Ja, de van, hát a van, mert ott van a képen. Igen. Igen. Illetve valaki még a magyar... Vibramotorral együtt. Igen, ez zseniális. A magyar... De hát a miénkben is van. Tehát, és a magyar Facebook oldalon valamelyik csoportban írta valaki, hogy mekkora parasztvakítás, hogy vibramotor... De nem volt tisztában a funkciójával szerintem. Akkor most emeljük ki még egyszer. Dőlt, bold, aláhúzott a vibramotor. Azért van benne, mert az a FET, ami benne van, az, hogyha fordított polaritással tesszük bele az aksit, akkor az fixen nyit. Nem kell a gombot megnyomni hozzá, fixen nyit, és ha rajta van a kazán, akkor leégeti benne azt, ami van. Ezért vibrál a motor, és nem azért van benne, hogy vicceskedjünk vele, hogy milyen jó a csajoknak, hanem azért, hogy észrevegye az ember, hogyha rosszul rakta bele az akkumulátorát. Tehát az nem egy ilyen föltől elrugaszkodott dolog, és valami kínai fasság, hogy belerakjuk csak, hogy legyen benne, hanem igen, az funkcióval bír. Funkciója van. Jaj, erről jut eszembe, el fogom felejteni. Tegnap találkoztam egy cimborámmal, aki értezeket a kütyükhöz, és ultrahangos mosó kapcsán kaptam egy rendkívül jó tanácsot. Már mikor? Tőle. Tegnap? Mikor? Tehát a csütörtökről áttett, mosót tőle. A csütörtökről áttett párasító podcast ideje alatt te ráértél? Hát igen, ezért nem értem rá tegnap. Aha, jó. Hát serezni Andor, Andorral majd lesz egy köröd megint. Igen, és mit kérdezett a mosóról? Nem kérdezett, ő mondta, hogy a maximális hatásfokot, tisztító hatást úgy lehet elérni ezekkel a mosókkal, hogy először üresen, tehát a cuccok nélkül belerakod a kis vizet vagy a folyadékodat, és lefuttatsz rajta egy pár perces programot, hogy csak ott a vizet rezgesse, és utána ebbe a vízbe kell neki állni, kimosni. Én sejtem, hogy ezt miért mondta, de mondd meg, hogy te, hogy ő ezt miért mondta. Azért, mert hogy a rezgetés során kirezgeti az oxigén molekulákat a vízből, meg az egyéb benne lévő kis gáznemű cókmókokat, tehát amikor a buborékok, amikor simán elkezdesz takarítani benne, és látod, hogy jönnek a buborékok, na az a baj, mert buborékos a víz, és sokkal jobb a tisztító hatásfoka a folyadéknak, amikor már nincsenek benne buborékok. Tehát igazándiból svájci bubi kiszedő üzemmódban használod, és aztán a bubimentes vízzel sokkal jobban tudod tisztítani már a cuccast. Ezt a... Ez nagyon, és az ásványvízzel is tőle. Működik? Igen, így csinálhatsz mentes, így csinálhatsz mentes vizet. Igen. Szóval a 3 percig akkor csak az enyhe lesz, és hogyha lefuttatod a 6 percet, akkor a mentes. Én... És tessék, itt a svájci bubi kiszedő. Én nem feltétlen osztom, vagy értek egyet ezzel vele, hát így is lehet próbálkozni. Én sokkal több értelmét látom annak, hogyha ugye, ha sima desztvizet rakunk bele, annak a felületi feszültsége nagyobb értelemszerűen, mint egy drága tisztító folyadéknak, és ugye itt a felületi feszültség a lényeg, mert hisz akkor, ha nagyobb a felületi feszültség, akkor a pici résekben nem fog beszivárogni a folyadékunk. Ezért én mindig úgy szoktam csinálni, hogy előtte fecskendővel egy picit mondjuk a GT-nek, még a régi GT-nek azt az egy darab levegő lyukát nem átmosom, csak átpumpálom vízzel, hogy legyen benne is folyadék. Tehát én ennek több értelmét látom, mint tudományosan kirezgetni belőle a... És a drága mosó folyadékokban mi van, Charlie? Hát alkoholtól kezdve minden szar, attól függ, hogy mit akarsz rezgetni, mert külön van olyan folyadék például, amivel
a mobiltelefonok áramköreit egy beázás után tisztítják, és az ember szívinfarktus kap, hogy egy víznek látszó valamiben rezgetik a telefonnak az alaplapját mondjuk, de az nem az, hanem a több rétegű áramkörök, ugye, ha a galvánfuratba beszivárog a víz, akkor ott hiába száraz neked a panelodnak az alja meg a teteje, a galvánfuraton mondjuk a 6-7 rétegbe simán be tud valamelyik rétegbe szivárogni a víz, és ez a folyadék egyrészt nem taszítja a vizet, hanem magához rántja, tehát elegyedik vele, a másik pedig, hogy azokba a résekbe beszivárog, és ezáltal, hogy nagyobb, vagy kisebb a felületi feszültsége, mint a víznek, könnyebben eljut kisebb résekbe, tehát ahova ez eljut, oda a víz nem, és gyakorlatilag utána már csak a szárítás vár rá, hát illetve nem oxidálódik tőle a felület. De mondom, tehát attól függ, hogy éppen mit akarsz valójában tisztítani vele, olyan adalékot vehetsz itt most literjénél, beszélünk arról, hogy 2-2500 forinttól megyünk egészen 16-18 ezer forintig ezeknél a tisztító folyadékoknál. Én nem is tudom, valamelyik Nokiám járt ilyen fürdőbe annak idején, amikor még szereltem, és akkor fú, ezt elképesztő volt, hogy mi dzsúva lejött róla, vagy kijött belőle, vagy nem tudom. De akkor azok nem sima vízbe áznak. Hát már csak azért nem. Jó, mert valaki ezt írta egyébként, hogy nyugodtan belerakhatod a telefonodat azért őrületes nagy hülyeség. Sima vízbe, majd utána kiszárad. Hát pont ez ez akkor gyakorlatilag ugyanaz, sőt, nagyobb kárt teszel vele, mert hiszen a vizes lesz a telefonod, akkor jó eséllyel mondjuk a galvánfuratokhoz nem mindegyikhez kerül. Ezzel még be is rezgeted oda. Igen. Tehát körülbelül ezek a folyadékok, a tisztítószerek, ezek ilyen a vízhez képest ilyen 2-5%-os higítási arányjal kell ezeket, tehát ugyanúgy használhatod vízben is, de már mint úgy mondom, hogy ezt higított formában, vagy vannak olyan folyadékok, amelyeket készre keverve kap az ember, de hát 6-8-10 féle van ebből attól függően, hogy mit szeretnél. Az biztos, hogy a desztillált víz az általában mindegyikben megtalálható. De akkor gyakorlatilag a folyadékoknak a kúszóképességét növelik meg. Igen, hát különböző igen, a felületi feszültségét csökkentjük, tehát igen. Igen, de mondom, tehát ebben ilyen etán 1-2 diol van, meg benzol, formaldehid, igen, és ezt egész más hőmérsékleten is használják, tehát ezek a folyadékok viszont kívánják azt, hogy ne a szoba hőmérsékleten használd, de azt észre is veszed, mikor mondjuk kiveszed a rezgetés után a kazánt mondjuk a folyadékból, érzed, hogy a víz melegebb, mert ugye alapvetően az ultrahang hatására, ugye ahogy mozognak ott a molekulák, egymáshoz súrlódnak és melegszenek, de egyébként ezt még ráadásul melegíteni is szükséges, vagy hát van olyan mosó, amelyiket ilyen melegítő rendszerrel még el is látnak, de hát ezek már nagy ultrahangos kádak egyébként. Nem a mi kis házi barkás berendezésünk. Szerintem egyébként csodálkozhattak a Lidl-ben, hogy hova az Istenbe viszik ezt a rengeteg ultrahangos mosót. Igen. Nem tudják a tutit. Ja, én jó. Most nézegetem itt 10 liter 154 ezer forint, most gépről beszélek, 30 literes 300 ezer forint. Jó, hát azok iparilag meg lehet itt rezgetni benne több száz kazánt egyszerre. Sőt, hát nem is tudom, múltkor álmodoztam én is ilyen félmilliós ultrahangos mosó, és akkor oda volt írva, hogy
hogy kézzel ne nyúlja a folyadékba, mert károsítja az ízületeket. Hoppá, mondom, azért ott nem semmi teljesítmény. Most találtam Hogy igen. egyet neked. Gyártott ultrahangos Futkár mosó össze. űrtartalma 1-től 7000 literig. Ha nagyon Hoppá. akarnál valami, mit tudom is én, lusta vagy fürdeni és beugranálok egy 7 köbméteres mosóba. Hát, hogy beledobod a mopedet, és lerezgeted. Igen. Így nézem, pont az árgépen nézem a mosó, az ultrahangos mosófolyadékokat. 1870 forint a legolcsóbb per liter. Igen, csak itt is az a baj, hogy hiába kéne neked kevés, ugye a mosódnak nagy az űrtartalma viszonylag, tehát egy 3 decit simán bele tudsz úgy önteni, hogy na, lepje el azt, ami benne van, és akkor azért az úgy necces, mondjuk, hogy egyet mosol, mert nincs más, mondjuk egy kazán, és akkor hopp, így kiöntöttél mondjuk 3 decit. Na, nem túl gazdaságos ügy. Hát össze kell várni. Vagy mit tudom én. Közösségi mosás. Érted? Social. Földobod a fórumra, holnap bekapcsolom az ultrahangos mosót, aki nincs ott, az így járt. Az lemarad. Az lemaradt, érted, az ultrahangos mosásról. Nem tudom, emlékeztek, még volt régen ilyen mosószer, hogy német volt, Zunlicht, vagy Sunlight, nem tudom, hogy kell ezt ejteni. Zunlicht volt. Zunlicht, Zunlicht, igen. De találkoztam én ilyen elvetemült emberekkel, akik sima csapvízhez két ilyen Zunlicht cseppet beleraktak, mert ugye látták, hogyha mondjuk a zsíros edénybe belecsöppented, akkor így szétdobja az olajat, és hogy az milyen jó fog tisztítani. Hát ilyenekkel azért nem. Meg azt mondja, valaki szélvédő mosó folyadékkal használta. Hát az nem, nem. Csinálni. Jó mód korábban föltévedtem valami ilyen nyomtatós fórumra, elég sok nyomtatót javítgatok, és akkor valami barom beírta, hogy a beszáradt tintapatron a legjobb a Tesco-s ablakmosóval tisztítani. Na, egyébként jó, hogy ezt mondtad, mert én a múltkor kértem árajánlatot a nyomtatóra, ők azt mondták, hogy hát hozzam be, bevizsgálják, és akkor de mondom, hát tudom, hogy tehát ez egy alkatrész, egy rohadt nyomtatófej, adják ide, megveszem, és majd itthon, ja, hát ők olyat nem, nem. Hát vigyem be, és 15 ezerért megvehetem, úgyhogy ők szerelik be. Na, ott rohadjál meg. Fogtam a mosót, ultrahangos mosót, fej ki, beraktam a vízbe, olyat ki, tehát én előtte sima izopropil alkohollal letakarítgattam kívülről, de hogy az belülről mi mocskot kirázott belőle, azokból a mikronnyi lyukakból. Kinyíltak a fúvókák? Ki. Hát jó, háromszor át kellett rezgetnem, de megoldotta a problémát, igen. Kurva jó most, volt. Na most ehhez képest, illetve ezzel a problémával küzdve, én csak mindenkinek ajánlani tudom, hogy ez egy e-cigarettával foglalkozó podcast, de ha valaki olcsón akar sima irodai színes nyomtatót, akkor ne vegyen lézert, meg ilyen tintást, meg olyan tintást. Gyerekek, az Epsonnak van egy külső tintatartályos nyomtatója. 80 milli tintát lehet bele nyomkodni 2000 forint per szín. 80 millit. Az az igazság, én nekem és volt ilyen... És ilyen gumicsöveken megy a tinta izéből. Volt nekem ilyen nyomtatóm, amihez így utólag lehetett megvenni ilyen szetteket, mert ugye ez az egyetfejlődése volt. Igen, de ez volt. Már gyárilag ilyen. Tehát gyárilag. Nem kell, rájött az Epson, hogy nem kell itt megvenni a kínai izét. Oldalra föl van akasztva a négy színnek a tartály, kinyitod, érted, így belenyomod a 80 milli per színenként a tinta, mondom 2000 forint környékén van egy 80 millis tinta hozzá. Kis segítséget elfogadsz, zseniális. Akkor azért arra figyelni kell, mert én ezt annó nagyon körbejártam, hogy azért alapvetően két kategóriája van a nyomtatóknak. Az egyik patron típus, mondjuk, mint a HP-nál volt divatban, hogy
mindegyiknél vizsgáljuk most már a csippet, mert olyan nincs, hogy te ne eredetit vegyél, erre is van megoldás, mindegy. Az egyik az az, hogy a fejbe van építve, tehát, vagy a bocsánat, a magába a patronba van építve a fej, mondjuk a HP ilyen volt, azaz, amikor gyakorlatilag a fejen látod ezeket a kis színes csíkokat, ha a zsepire nyomod. Tehát a tintával együtt cseréled a fejet. Igen, is. Tehát gyakorlatilag nem tudsz nagyon kárt tenni benne, és a másik, mondjuk ezek a Canonok, ami nálam is van, az pedig szépen egy külön fej, abba egy vezérlő elektronika, ami össze van kötve a patronnak a csipjével és annak az elektronikájával, és ő adagolja. Viszont ha te megveszed ezeket a tankokat, meg mindenféle tököm tudja mit, és megveszed utána az olcsó festéket, ami mondjuk pigmentes, vagy ilyen, vagy olyan, feketénél ez a legnagyobb probléma, hogy olyan tankba olyan festéket raksz, amit nem lenne szabad, és azok a kis olcsó fekete pigmentek picivel nagyobbak, mint a fúvóka, és azok tömítik el. Tehát azért itt is játszik. Ami árat mondtam, az gyári. Aha. Tehát nincs is hozzá egyébként utángyártott, mert ezt hülyeség überelni árba, érted? Egyébként akkor szoktam le én is nem éri a spóroljunk meg, szürke árnyalatos meg az anyám kínja, mondta a barátom, és akkor ez már megint egy tök off topic, hogy a spórolással is óvatosan, mert ezek a nyomtatók hetente legalább egyszer nyomtassak ki egy tesztoldalt színeset, mert beszáradnak egyszerűen azok a nyomtató fúvókák. Hát mikron átmérőjűek. Dolgoztatni kell. Úgyhogy én azóta használok ilyen fejeket, és le is szoktam erről, hogy gazdaságosan nyomtassak, illetve szürkárnyalatosan, mert többet fogok ártani vele, mint használni. Basszus, kiírta a gépem, hogy alacsony az akkutöltöttség, úgyhogy nem vagyok be se dugva. Nekem is volt már ilyen. Meglehetősen rock and roll az érzés. És most még mondja, hogy basszus, és csak azt mondja, hogy basszú. És kész. Oh, fuck yeah! Majdnem tragédia történt. Visszatérek kicsit a fasztekre. Észrevettétek, hogy valami amfetamin szívnak ott mostanában a postások, vagy mi történt velük? Én most olvastam a Facebookon, valaki írta, hogy 10 nap alatt megérkezett a csomagja. És most mondta, hogy te is az adás elején te is mondtad, neked is 10 nap volt? Vagy lehet, hogy akkor a srác 7 napot mondott? Nem tudom. Igen, valami ilyesmit említettél, hogy egy hét. Vagy csak vége van nekik az ének, a kínai új évnek? Vagy ez volt már, vagy nem volt? Vagy... Az nem tudom. Fifika ennek a kínai új évszámolónak. Én ezt még nem élvezem, ezt a fasztekes történetet. Mindjárt megnézem, hogy... Mikor... Júj, a kúró, amit megrendeltem. Azt én is megnézem, mert jött róla értesítés. Hát mondjuk az elég tróger dolog volt, hogy megrendeltem, utána tudjátok, írja, hogy estimated shipping, mit tudom is, én ráírta, hogy 16, na ehhez képest sikerült azt hiszem, hogy 20-án föladniuk a sorvadékoknak, de most megnézem a details-ben, hogy mit ad rá a track 17, vagy 17 track, vagy mi a túró. Hú, azt is nagyon megdizájnolták egyébként azt az oldalt. Színes, szagos, ajaxos. Anyám kínja, pamutbojtal. De persze, hogy behozza az oldalt, az eltelik egy fél perc. Na, le is jött. Azt egyébként nem tudja nekem senki megmagyarázni, hogyha a 17 track megtalálja, akkor a Magyar Postának a trackingje miért nem találja meg? Épp ezt akartam mondani, hogy megrendeltem, körülbelül olyan 5 nap alatt értem el azt az állapotot, hogy ők már nem látják. Tehát ők már átadták a nem tudom, tajvani postáról már elkerült a cucc, és... tehát a magyar oldalon azzal a trekkinggel én semmit nem tudtam kezdeni. Vagy én vagyok a béna, vagy nem tudom. Szerintem a Magyar Posta simán nem veszi föl ezeket a kódokat a saját rendszerébe.
Mert egyébként annyira nem dicsérném a lepődnék meg. postát egyébként 2015-tel, hogy tök jó lenne, hogyha ez is beleférne. Nem tudom, letöltöttétek-e már? Be fogom rakni, most off-topic adás lesz. I check. Használtátok már? Nem. Rárakják mostantól, illetve azt hiszem, hogy februártól kötelezővé tették a csekk kiállítóknak, hogy a QR kódokat fölrakják a csekkekre. És gyakorlatilag csak telefonnal lefényképezed a kódot, és egyből az utalási adatokkal átdob téged a fizetési oldalára a banknak. Tökre fasza. És tök jó kis alkalmazást csináltak, amiben azért szeretném ott használni, mert abban az alkalmazásban, mint bármelyik store-ban, én mondjuk az App Store-ban szoktam nézegetni, vannak fizetős ilyen tracker alkalmazások, itt is van ingyen, és tök jó lenne ezt használni, mert a telefonhoz tudok mindenféle értesítést kötni, hogy jelezzen, hogyha valami állapotváltozása van. Na, és ezért bukott ki, hogy nem láttam igazából a termékemet. Úgyhogy tök jó lenne, hogyha kicsit többször cserélnének, mit tudom is én, adatot a postakicserélő, vagy az informatikai központjuk. Mit tudom is én, hogy ezt kicsinálja. Ja, úgyhogy ennyi. De jó, hogy válaszoljak, bitang gyorsan ideért a kis holmi 10 nap alatt teljesen sokkot kaptam. Egyébként az a gáz, hogy valakinek adtam föl egy csomagot, én Botor Magyar Postára, 9 nappal ezelőtt. Jesszusom. Képzeld el, és már a végén ott tartottunk, hát ugye ajánlott küldeményként adtam föl, mégis legyen nyoma annak, hogy elküldtem valamit. Tehát nyilván ez ilyen levélként ment el. És miután rátelefonált az ügyfélszolgálatra, megadta az ajánlott küldeményen lévő azonosítót, fél óra múlva benn volt a postaládájába a kiértesítés, hogy csomagja jött. Érted? Nem a csomagot vitték ki, baszki, hanem a kiértesítést. De ezt múltkor panaszkodtam neked, hogy a postának az ügyfélszolgálatát, megmondta, hogy be van kamerázva az egész utca, vissza fogja nézni, hogy mikor jöttek bedobni az értesítést, és be fog írni a vásárlók könyvébe, és bemegy és kiveri a balhét, rá fél órára már ott volt a csomag is. Egyébként ez hihetetlen, ezt a posta, ezt halálosan komolyan veszi, mert én talán kétszer vagy háromszor panaszoltam így ugyanezt. Tehát ez a bedobom a cetlit, ahelyett, hogy megnyomnám a gombot, mert az 2 percet tovább tart, hogy átad a csomagot, és nem voltam rest, bementem a postára, mondom, köszönöm, hogy most már itt a csomag a kezemben, és akkor vegyük elő azt a nyomtatványt, amivel panaszt tudok tenni, de ha mő. Hát mondom, azért mer. És a második után kijött hozzám a postának a központi ügyfélszolgálatáról egy ember, kikérdezett, fölvett valami kérdőívet még egyszer, aláíratta velem, majd utána ilyen ügyfélélménykövetők frankón fölhívtak, és mondták, hogy... Megelégedettségi mutató számláló. Majdnem. Fölvették a kapcsolatot a posta kirendeltséget. Tehát értsed, nem ez a kirendeltség jött ide hozzám, hogy biztos elbaszott valamit. Világos. Hanem a központból kijött valaki, aztán letelefonáltak a postára, kivizsgálták, lebaszták, mint a pengős malacot, és mondták, hogy de mondom, én nem akarom senkinek egy bónuszát elvegyék, vagy mit tudom is én. Ja nem, de elbeszélgetnek vele, hogy miért van ez. Úgyhogy én ezt már egyszer mondtam, de most is csak ezt tudom mondani, hogy az ilyen lustaságból fakadó pluszköröket jutalmazzuk ilyenekkel, mert sose lesz jobb. Tehát nekem azért kértem így a csomagot, hogy jöjjön házhoz, adja oda, nem azért, hogy a cetlit elvigyem. Egyébként meg
Mit akartam még Ott, mondani? hogy mi az érdekes, hogy fölmentem a Batera futárnak az oldalára, és öcsém 800 forintért a DPD házhoz jön. DPD? Mert egyébként Igen. a Vatera fut, a kétfajta opció van a Vatera futárnál, gyakorlatilag ugyanaz, mint az MPL, tehát ugyanaz a formanyomtatvány, csak a Igen, saját tehát rendszerük itt által. választhatsz MPL-t, Webox csomagterminált és DPD futárszolgáltat, illetve a HDT-t a nagy csomag szállítása. A DPD futárszolgálat kérlek szépen 0,1 és 3 kilói 890 forint, és kimegy a cuccéházhoz. Igen, de ez csak azért tud ennyi lenni, mert ők ugye szerintem a Vaterával vannak leszerződve, és azért ott van mennyiség, tehát meg tudják adni ezt az árat. Egyébként úgy meg szerintem kurva drága. Ha azt veszed, igen, hogy te, mint magánember nem tudnád ennyiért föladni, úgy tényleg tök jó. Na, de egyébként még ez jutott eszembe, és ez egy kis hasznos lehet bárkinek. Adtam föl múltkor, igen, pont László Attilának adtam föl a vape grippet, és bubis borítékba tettem, és képzeljétek, elkezdte nyomkorászni, hogy na, mi van, mi van, mi van. Nézi, milyen vastag. Hát nézed, egyszerű posta. Tolómérőt hozzá? Frankon azt mondja, nem adjuk föl inkább ajánlottként? Mert mondom, miért adnám ajánlottként? Sima levélként elég, köszönöm szépen. Hogyha vastagabb a levél kézbesítmény, vigyázz, kézbesítmény, mint 2 cm, akkor nem tudják garantálni a sérülés mentességét, mert hogy a postába, ha, vagy a posta ládába tudod, ha tuszkolná be. Hát mondom, ne bassza már meg, akkor mérjük le mennyi. De ő nem tudja lemérni. Hát akkor most mit csináljunk? Hát akkor mondjam azt, hogy jó, és akkor majd ő is fog kapni egy ilyen cetlit, hogy menjen be érte személyesen egy 400-500, akár 500 forintos valamiért. Nem, mondom, az belefér a 2 centibe. De akkor nem garantálják, hogy nem fog sérülni. Jó, akkor ne garantáld. 2 gumicsík. Hát, borzasztó. Gyakorlatilag egyébként azért volt vastagabb, mert pufi borítékba raktam. Tehát, Charlie, azt remélem most már érzed, hogy neked szerződést kell kötni a postával, és minden postahivatalban egy vastagság mérőkészülékkel kell betámadni őket. Tudod, egy ilyen kis checkbox, 2 centi vastag, fogja a csaj, beletesz, belement bele, oké. Okay, nem, akkor... nem, olyat kell csinálnom, mint a repülőtéren, tudod? Igen, igen. A csekinpultoknál. Csomagdoboz, belebírtad rakni bele, oké, okay, akkor mehetsz. Na, szóval így akarják az embert behúzni a 800 forintos csőbe, szóval mindenki figyeljen szerintem oda, hogy milyen vastag az a... És akkor kitaláljuk a fluid bőröndöt, ami úgy néz ki, mintha 5 liter vizet vinné. És akkor hogy fogod oda, mész hozzá, hogy beleengedett, kész. Fölveszi az alakját a doboznak, megvan, megvan, oké. Okay. Mehetünk tovább. Istenem. Menjünk tovább akkor. Anti-smoke. Anti-smoke. Ezt már kitárgyaltuk az előbb, de nem érdekes Charlie-ten. Jaj. Iszonyúan figyelték, köszönjük szépen. Te hülye vagy. Ritteker, aztán idesre bagózik. Tehát érted? Nem tudom. Ja, én. Jó, ez az, ami... Negyed órát beszélgettünk, hogy szerencsétlen dohányosom, hogy rájuk rá a rúd, ugyanúgy, mint mi rá. Hát nem greppeltem a fülemmel, mert hogy szerencsétlen dohányosok, hát az mit érdekel engem? Már. Szokjanak le. Ja, igen, és a szerencsétlen dohányosok kapcsán szerettem volna jelezni, hogy a fölmérésből az is kiderül, hogy mennyi a kettős felhasználó. Tehát aki e-cigarettázik, mert mondjuk a munkahelyén rá van kényszerítve, mert nem tud kimenni bagózni, de ez mellett azért még szívogat cigarettát is, mint ahogy azt én is tettem, ugye, mint tudjuk másfél. Ez egyébként olyan érdekes, hogy a munkahelyen ugyanazt a likvidet azt mondja a kollégám, hogy jaj, de büdös. Ú, ne is mondja. És tehát elmegyek én néha olyat a pofámra. Elmegyek a könyvelőhöz, és azt mondja, hogy nincs nálad a cigi?
Hát az itt van, de, mert szívjad már, olyan jó illata van. Természetesen jó illata van, hiszen málna, hát milyen illata hát, legyen. Milyen illata lenne. És nem tudom eldönteni, hogy az emberekben van a hiba, vagy az orrokban. Én szerintem egyébként hát, én azt vettem észre, hogy ez ilyen hozzáállás kérdése. Érted? Én ja, nagyon tehát ez sokszor, az eleve elrendelt nagy, dolog, igen, hogy... Igen, nagyon sokszor szívok Y4-et. És azt ne tudd meg, hogy aki úgy viszonyul hozzá, az azt mondja, hogy de jó, ilyen mézes illata van. De finom, szív, fújjad ma olyan, mint a süti. Izé, a másik, meg fú, bazd meg, nyissatok már ajtót, ablakot, mi ez a szar, büdös, tehát, és tudom, hogy ugyanazt a likvidet szívom, ugyanabból a készülékből, ugyanolyan illata van, és egyszerűen azt az embert nem fogod meggyőzni róla, aki predesztinálta, hogy ez szar. Érted? Tehát, mi az a formaldehid szag? Mi az a formaldehid? Ez lesz legközelebb a izé. Ne fújd rám a formaldehidet, kérlek. Ja, és akkor természetesen ugyanaz az ember, érted, folyamatosan arról győzköd, tehát körülbelül ez a hozzáállás, azt mondja, hogy basszátok meg, az a ti nagy bajotok, hogy nem akartok adót fizetni utána. Hát ez ki? Fizetnétek adót, senki nem foglalkozna veletek. Igen, mert egyébként, igen, ezt akartam, mert egyébként minden számlán az szerepel, hogy tam, mondjuk, vagy 0%, mert persze, á, bolondok persze. Ezek. Jó, hát már az Isten állapját. Erről jut eszembe viszont, hogy szörmentén BKV-s vonal, mert hogy ugye igen. Volt egy apró fejlemény, mert Gőz Duda kiszúrta még előző év végén, hogy a BKV üzletszabályzatá nem azonos a BKK üzletszabályzatával, és a BKK üzletszabályzatában a régi szövegezés volt benne, ami explicit összemossa a dohánytörvénnyel az e-cigarettázást, és hogy akkor most mi van? Úgyhogy neki duráltam magam, és írtam a BKK ügyfélszolgálatnak, hogy vegyék észre, hogy itt valami kis anomália van, mert hogy nincs összhangban a BKV. Némi ellentmondás. Ne idegesíts fel azokkal. És megjött a válasz, beletellett néhány hónapjukban nekik, és megköszönték az észrevételt, és elnézést kértek, hogy valóban nem napra kész az információ, és a BKV üzletszabályzata a mérvadó ebben a tekintetben, tehát kizárólag a járműveken és a peronzáron túl szabad elcigarettázni, mindenhol máshol lehet. Ihpii! Egyébként a BKV-ről jut eszembe, képzeljétek el, de ez egy agyrém. Gyorsan meg is keresem, csak nem Gmail, hanem Gmail, vagy Gmail, kaptam egy levelet tőlük, amiben az szerepel, hogy ügyfél szól gát. Hát, ha megtalálom így. Kisorsoltuk, ez az. BKK ügyfélszolgálat. Tisztelt név, és ez én vagyok, mert ott a nevem. Társaságunk telefonos ügyfélszolgálatán december 7-én tett bejelentésére hivatkozva az alábbi választ adjuk. A Volánbusz ZRT tettere, tettere, tettere. Ez idáig nagyon jó. Hát, hogy csak két baj van vele. December 7-én dolgoztam, a másik, hogy a Volánbuszon nem ültem 10 éve. De hogy került akkor ide a nevem? Óriási. És itt van, azt mondja, az ügyben érintett autóbuszon hangfelvétel nem készül, a képi felvételen az látható, hogy ön felszálláskor fejjel lefelé mutatta a bérletét, majd rövid ideig tartó párbeszéd zajlott a járművezető és ön között. Atya úristen, mondom, itt vagy tudathasadásom van, és erre nem emlékszem. Hol vagy ez, Charlie? Nagyon kemény. Volánbuszon. A bejelentése nyomán rendelkezésre álló adatok alapján a járművezető felelőssége munkajogi szempontból nem nyert bizonyítást, de a vonalon szolgálatot teljesítő járművezetők munkavégzését a szabálytalanságok feltárása érdekében társaságunk részéről visszatérően ellenőrizni fogjuk. Az meg, és ezt egy levelezési szakterületi vezető írta, amire én visszaírtam, hogy kedves BKK, érdeklődnék, milyen bejelentés volt részemről, mert bár a nevem stimmel, de nem utazom volánbusszal. Válaszokat várva, január 6 óta csókolom. Hát mondtam, hát a
mesében nincs ilyen. Van egy klónod, és terrorizálja a volán buszvezetőket. Fedélzeti kamera arcfelismerő rendszer, érted? És akkor csak annyit látod, hogy felszáll egy nagy ember gázóra feje. És ez most minden gázóra leolvasó megkapta, bazd meg. Mindegy. Egyébként, már ha ez a trollkodás szóba került, az előző adásunk óta Mujó, meghallgattad? Mit? A Special Edition Mohácsi Vapes podcastet. Jaj, nem volt még rá alkalmunk. Hogy te miből maradtál ki, akár csak a hanganyaggal is? Feltétlenül szerint fogom nézni. Nagyon kemény volt. Nem csak ez, a halászlé is. Nem csak a halászlé, a köcsögös babi. Kemény, ez finom volt. Fú, de durván jó volt mindkettő. Nagyon betyár volt. A babot nem ettem, tehát arról nem tudok nyilatkozni. Köcsögös bab. Viszont bocsánat, a köcsögös bab mellett termodinamikát is tanulhattunk. Vigyázz! Hát ez nagyon úri-múri lehetett. Hát megmagyarázta nekünk a figura, hogy ez a köcsög a tűz mellé van téve, és miért nem kell kavarni? Mert a termodinamika törvényeit alapul véve saját magát keveri, ahogy a különböző hőmérsékletű folyadékok elkezdenek áramolni a köcsögben. Zseniális volt. Olyan jót szórakoztam. Teljesen öveges professzor kettő. Hát ugye egyrészt kimaradtál egy ilyen... hogy alkalom szülte podcastből, ahol kisebb-nagyobb sikerre helyettesített téged Seggíző Mátyás. Ó. És még fölvette Boris állarcát is, bár ugye meg se közelítette az eredetit, de szenzációs jó hangulat volt, iszonyú jó volt a hely, ahol voltunk. Hatalmas szíve van a Compónak, pedig ugye azt tudjátok, hogy a Compót hogy hívják népiesen? Legvár. Nem. Nem. A Compót, te hülye. A Compó az egy hal. Milyen mélységű, és hülyedünk. El nem tudtam képzelni, hogy mire gondol, érted? Kész az ember. A Compó az egy hal, és a népi neve Hal Doktor. És azért Hal Doktor, mert iszonyú vastag a pikkelye, ami gyakorlatilag ilyen nyálkából áll, és hogyha az a népi hiedelem, hogy, de lehet, hogy így is van, hogyha valamelyik hal megsérül, akkor a compóhoz dörgöli magát, és akkor gyakorlatilag befedi a sérült részt, és akkor az ott normálisan tud gyógyulni. De én egyszer fogtam életembe compó halat, és tényleg ilyen, tehát egy ilyen rettentő nyálkás, borzasztó vastag nyálkaréteg fedi magát a halat. De egy rettentő nagyszívű vaper a compó, gyakorlatilag zsebből állt ennek a találkozónak a teljes költségét, egy iszonyatosan profi segítőgárdával, tehát látszott, hogy nem először főznek ők se halászlevet, se köcsögös babot. Én a magam részéről kétszer szedtem a halászléből. Én háromszor a halászléből, kétszer a köcsögös babot, tehát 5 tányérnál álltam meg. Zseniális volt. Egyébként hajnali 2-kor még volt némi vitám a rendőrökkel, mikor pusztaszeren megállítottak hazafelé menet, és megkérdezték, hogy kinek a nevén van az autó. Miközben a telefonján Tódi így nézegette az adatokat, mondta, hogy ki az autó? Mondom, az enyém. Igen? És tudja, hogy hívják az előző tulajt? Mondom, nem. Hát ezt nem tudom, ez biztos ilyen beugró kérdés. Mert hogy nálam nem a maga nevén van. Hát mondom, én sajnálom, de én már kétszer visszakisztattam, mióta megvettem. Picit ott elvitatkoztuk, aztán hazaengedtem.
De zseniális este volt. Nagyon jókat beszélgettünk, és abszolút látszott az, hogy egyrészt már megint ugyanazok az arcok voltak gyakorlatilag, és másrészt meg, hogy akárkinek akármilyen Facebookos problémája volt a másikkal, azért egy fehér asztal, meg egy jó hangulat mellett mindent meg lehet beszélni. Hát jó hangulatból hiány nem volt. Ez nem volt. De képzeld, Mujó, kiderült, nem kiderült, hát láttuk, lebuktak. Gergő. Hogy hívják a kis White Bird? Gőzduda. Dohányoztak. Dohányoztak. Cigarettát. Szégyen, szégyen, szégyen. Gergőt konkrétan rajta kaptuk. Tehát, hát, Gergő, Belinea. Hangfelvétel van. Bizony, bizony. Próbálta menteni a menthetetlent. Meg volt egy érdekes... Egy világomlott össze bennem. Volt ott egy érdekes eszmefuttatás Oszi részéről is, úgyhogy ez must have kategória szerintem a special edition adás. Azt mindenféleképpen hallgasd meg, amit Oszi mond a Clairvoynak a módjáról. Tehát az kész. Tehát... Annyit mondanék, hogy hát ilyen jó módja, ilyen snob készülék, senki másnak nincs, de hogy milyen szar leveseket tud benne szívni, hát az valami borzasztó. Vagy ne, hogy is mondta, nem, egész kifinomultam, hogy, és ahhoz képest milyen módjai vannak, hogy milyen minőségű leveseket szív, és akkor itt vége volt a mondatnak. Csak nézegette a készüléket, nézegette. Oké. Hát ezt nem raknám zsebbe, de gyönyörű, hát gyönyörű. Úgyhogy azt javaslom, hogy én is úgy jöttem el onnan, képzeld el, hogy Andortól megkaparintottam a saliszt. Saliszt. Jó, hogy onnan van hozzá. Igen, igen, igen. Mondtam neki, hogy amit ki fogunk sorsolni egyébként, csak még Andor nem tudja. Egy picit fölfúrtam, hogy levegőzzön normálisan. Szerintem nagyon jó kis készülék lesz így ezzel a button feederrel, úgyhogy nem, ezt nem hagyhatjuk abban a hitben az embereket, hogy megkaphatnak egy ilyen készüléket. Viszont azt akkor tudatosítsuk, Boris, amit képet kiraktam, 0207, Russian Tour 2015, nem véletlenül van kint. Nagyon készül Boris is erre a közönség találkozóra. Mondhatjuk így, közönség találkozóra, igen. És mások is, tehát sikerült pár emberkével beszélgetnem, akik hát, mint kereskedői mi voltukban is egy picit megnyilvánulnak, és nagyon adakozó kedvűek voltak. Ilyen volt például oszlopos tagja a podcast csapatnak, Ficsor Zoltán alias Fifika, aki... Alias Liquid Garden, aki fölajánlott likvideket. Én is elviszem a Witchcraft-es kóstolópakkomat. 6 mg, de jönni fog az Evaportól Fater is. Ő is hoz rengeteg kóstolót a Witchcraft-től. Mi lesz még, Fifika, mit mondtam? Mod tartó állvány, készülékek lesznek, és senkit nem akarunk most megvesztegetni, hogy azért gyertek, sőt, azért ne gyertek, hogy ilyet kapjatok, de mindenkinek de valami aki ott lesz, az nem megy haza üres kézzel. Hát, más nem teszünk egy mogyorót a tenyerébe. Üres kazánnal nem megy haza, igen. Úgyhogy szerintem egy jó hangulatú dolognak nézünk elébe. Én már nagyon várom. Addig már csak két adás van a mostanin kívül, úgyhogy hamar itt leszünk. Lehet, hát nem lehet, biztos, hogy Boris is ott lesz. Már csak 15-öt kell aludni. Hú, de durva, bánna centit. Ja.
Úgyhogy podcastileg ennyi, amit lehet. Most körülbelül 40-en vagyunk egyébként a listán fixre írva, de természetesen többen is lesznek, vagy lehetnek. Körülbelül 50 főre foglaltunk helyet, helyszínt. Úgyhogy bazira várom a dolgot, illetve a közül. Meg is nézem, hogy most hányan. 36 és 17 talán. Akik meg azt mondják, hogy nem működik a link, azért nem működik a link, mert a Párásító Podcast csoport tagjai tudnak csak csatlakozni az eseményhez. Értelemszerűen, hisz most ez ilyen magasztos, hogy őket szeretnék jutalmazni mondjuk ezekkel a dolgokkal, de alapvetően igen. De hát alapvetően igen, tehát az a gárda, aki hallgat minket folyamatosan, azt szeretnénk ilyen kis aprósággal meglepni, de én arra ösztönöznék mindenkit, mert ingyen még Krisztus koporsóját sem vitték, vagy keresztjét, hogy azért tenni kell majd itt a ilyen idézőjeles ajándékokért apróságokat. Most nem azt mondom, hogy limbóhintózni kell, de azért mindenki fejben készüljön a dolog. Ja, hát nem mondtam. Olvastad, Mújó? A legnagyobb fanunk, Lackó Attila, még azt is megkérdezte, hogy milyen tortát kérünk, meg hány szeleteset. Jaj, hát vigyázzál. Mondtam neki, hogy Eszterházi. És utána kiderült, hogy nem Eszterházi, hanem Lúdláb lesz, ami szintén nagyon finom, mert hogy neki volt valami, vagy van valami kis meglepetés, elképzelés, ami abban a színben nem volt megoldható, ami az Eszterházinak a máza, nem érted? Tehát itt valami lesz a torta itt tetején. Mi is meg fogunk lepődni. Úgyhogy Lackó Attilával nekem is volt egy ostorváltásom. Felolvassam? Hát, olvasd. Betérdel az agyad. Hát három ember beszélget egymással nyugodtan, szerintem. Attila, te ostora Isten mindenható akaratának. Te, aki átlátsz mindenen és mindenkin. Te tudhatod a legjobban, mi matéria lakozik a fémpalástos 18650-es bádogburigák halhatatlan lelkében. Mely erő hajtja őket nap, mint nap, s küldetésünk-e szent matéria térdre kényszerítése, és az emberi akarat és a huzal ereje által. Ha te sem érted meg, hogy az elektronok hatalma végtelen, mint a rövid zár, kihez szólhatnék, hogy megtérjen az erő villámló oldalára. Nézd meg, mint gerjeszti módom a savat önök forróságra, hogyan károsztatom a legtökösebb cellákat is duzzadva térdre, s nem mondom, állj, csak kihajtom forró nedvük a betonra, füstölve, széttépve kicsiny világok méretre szabott határait. Kis hitűek vagytok, és teljesítményben is csak koldusok. Kész. Baszd meg, ezt tudod mi volt? Ezt tudod mi volt? Gyerekkorom, 1985, vers mindenkinek. József Attila, vers a köthöz. Vagy valami hasonló. Ez kemény volt. Ez jött. Aha. De kijelented előtte magad. Erre csak azt írta vissza. Ez kész. Letérdelt az agyam. Hát hang benszakad, lehelet megszegik. Hát erre tényleg már mit lehet más mondani? Utána hároman rendeltek ebből a likvidből, amit szívtam. Jaj, várjál, ez volt az a szred, mikor megkérdezték, hogy nem tudom, mi van a likvidedben, de én is kérek belőle. Igen. Ja, úgyhogy szerintem üres pocakkal és teletankkal jöjjön mindenki. Jó lesz a hangulat. Ott lesz Adriano Celentano magyar hangja, Vastag Csaba háttértáncosa. Mondanom se kell a nevét. Rácz Béla. Ott lesz mindig alvó Csirik László. Ott lesz Segízű Nagy Mátyás. Ott lesz Boris az orosz. És ott lesz N+1 boltos is, akivel lehet mindenfélét üzletelni, egyeztetni, egyeztetni. Nem mondjuk már ezt, hogy boltos, Charlie, kereskedő. Kereskedő, bocsánat. Köszönöm.
a teljesség igénye nélkül ott lesz a Vape42, ott lesz a Favorite Shop, ott lesz az Evapor, görgetem a listát, ott lesz az e-cigi guru, ott lesz én az az igazság, hogy így képről, névről ennyit tudok felsorolni, úgyhogy... De várunk mindenkit nagy szeretettel. Nagy szeretettel és sok likviddel. Úgyhogy ágyast hozol? Nem, nem, most kitaláltam, ha akkora sikere volt ennek a Shakespeare-nek, hogy lesz egy ilyen nagy Shakespeare likvid. És az mitől lesz Shakespeare? Hogy aki ilyet szív, az ilyet fog az, beszélni? Annak csak ilyenek hagyják el az ajkait. Kemény lesz. Kemény lesz, így van. Mint a 3 hetes száraz zsömre. Hát szerintem... Szerintem még az olvasói kérdésre, mert csak egy darabba menjünk rá, érdekes lehet. Repüljünk rá. Fifika téged kérdez, ki más, mint Lackó Attila. Egyszer meséltél egy angol idős hölgyről, akit a lányod ápolt és 20 szál analóggal indította a reggelt, hogy lábra tudjon állni. Sikerült áttérnie az elektromos cigarettára? Az az igazság, hogy miután olyan a munkájuk, hogy 4 hétig vannak egy betegnél, és ha nem forognak vissza, akkor nem tudjuk, hogy mi történt vele. Ezért annyit tudunk róla, hogy használja az e-cigarettát, de hogy valóban hatékony-e az ő problémájára, azt nem. Tehát jelen pillanatban nincsen róla infónk, de megpróbálok utána járni a dolognak, hogy bevált-e az e-cigaretta neki. Majdnem elfelejtettem ezt a történetet, de tudom, hogy miről van szó természetesen. Úgyhogy rá fogok kérdezni, hogy hát ha valaki a váltótársak közül járt nála, és akkor tudja, hogy mi van vele. Ez mondjuk érdekes lehet tényleg mindenféle szempontból. Szerintem nekem nincs több témám, hogyha ti is kifogytatok, akkor... Igen. Kifogytunk, mint a 3-4-es kazán. Majdnem azt mondtam, hogy formalinban jó gőzöket kívánok. De most eléggé megdolgoztunk azért a Lúdláb tortáért, ugyanis Lackó Attila 1.42 a nyersanyag idáig, majdnem 1 és 3/4 óra lesz mit hallgatni. Úgyhogy adjunk címet neki, és szerintem az a videó az egy erős kezdés volt, vagyis hát amit hanganyagban átültettünk, úgyhogy bőven mehetne szerintem címként akár az is, meg hát az idei, vagy a hét sláger termékeként, sláger cikkeként, ugye a sláger cikke, igen. Miss Formalin. Miss Formalin. Legyünk Miss Formalin a héten akkor. 48. adás, fiúk, már csak 2 van 50-ig. Illetve egy. Egy, és a következő utána az már a fa nyűvős történet lesz. Történet. Történet. Jó. Ismét jó volt, jól éreztük magunkat, reméljük ti is, miközben hallgatjátok az adást. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!